A piac a fő motívum, de különböző kereskedők is megjelennek a Városháza Bizinger termében állított képen. A festmény a 750-es óriás mű kistestvére, melyet szintén Malasi Zsolt festőművész készített, aki így meg tudta jeleníteni azt, ami már nem fért rá a monumentális alkotásra. A kép átadója kedd délután volt a Városházán. Ezen a témán gondolkodva, hogy mi kapcsolódik tematikusan a piachoz, jutottam arra a következtetésre, hogy a kiskereskedelem és a vendéglátással nagyon szépen barátságban van ez a piac téma. Maga a kép egy kisebb méretben ugyan, de ugyanazzal a koncepcióval került felépítésre, a folyó ugyanúgy megjelenik egy fő motívumként, és azon kívül még egy nagyon szép színkontrasztot is ad. Az idő itt is megjelenik az éjszaka és nappal formájában egyszerre a képen, és egy nagyon bensőséges, kellemes, századfordulós, boldog békeidőket idéző hangulatot ad a kép, amire én a festése közben, meg remélem a néző a nézése közben is hát vágyakozva tekint. A nagy testvér kiválóan illeszkedik a terembe. Az itt dolgozók köztük Virága Dorján Andrea polgármesteri főbiztos gyakran csodálja. Szerint a 750-es alkotás is lenyűgöző, melyet a megbeszélések, tárgyalások során örömmel szemlélnek, hiszen mindig felfedeznek rajta valami újat. Az is szembe ötlött számára, hogy lenne még hely a falon hasonló alkotások számára. Nézegettük a szembe lévő, ahogy ül az ember, ugye mindig felfedez valamit, hogy hol nincsen valami, és hiányzik a szemnek. Na és akkor ott megláttunk egy kis részt a pajzson, és gondoltuk, hogy művész urat megkérjük, hogy csak tervezzen. Tehát, hogy nem biztos, hogy mi ezt most be tudjuk vállalni, de hogy tervezzen oda is valamit. És tervezett művész úr, és természetesen nagyon jól sikerült. Sokat még azt mondták, hogy jobban, mint az előző. Tehát nagyon megtetszett ez az alkotás, és ez tulajdonképpen a kis testvére, vagy gyermeke, akár így is nevezhetnénk a nagy gigaképnek, amit úgy kellett beemelni, és talán még pont itt voltatok ti is, és mindenki leforgatta azt a csodát, hogy a kép bevarázsolódott a Városházára, na és akkor most megjött a kis tesó, vagy a gyerek. És ezt is nagyon nagy örömmel nézegetjük. Hát ezt már felajánlották, hál' Istennek, ezt nem nekünk kellett kifizetnünk. A finanszírozó egy szabadhegyi építőipari cég volt. Nagyon örültünk, hogy ezzel tudjuk támogatni az önkormányzatot, többek között azért is, mert ebbe a terembe több egyeztetés is zajlott az önkormányzat is közöttünk, és úgy éreztük, hogy ez egy remek lehetőség, hogy kifejezzük egy kicsit a hálánkat az önkormányzat felé, hogy az utóbbi időben rendkívül pozitívan és rugalmasan áll hozzá a vállalkozói réteghez, illetve egyben támogatjuk azt, hogyha egy helyi művész támogatja az önkormányzatot, mert Győr városa ezt megérdemli. A hivatalos átadást követően a gyárvárosiak baráti körének néhány tagja részt vehetett egy úgynevezett tárlatvezetésen, melynek során Malasi Zsolt kalauzolta el őket képzeletének tengerére, és kifejtette az alkotások mögött rejtőző gondolatokat, továbbá elmagyarázta, pontosan mi, hol, mit és hogyan ábrázol a festményeken.